Civil Rádió az emberi hang, Budapesten a 98 MHz-es frekvencián és a világhálón a civilradio.hu 2.8000 címen. A Mozdulj Közhasznú Egyesület 2011 óta minden év májusában immár hagyományosan megrendezi gála műsorát, most már negyedik éve az Arany 10 Kultúrházban. Ennek a gála műsornak az a célja, hogy sérült és ép emberek együtt legyenek a színpadon, a zene, a tánc területén, mert hogy a művészet az egy olyan valami, vallja a Mozdulj Egyesület, amely képes legyőzni a falakat és növelni az integrációt. Ez bizonyítja az, hogy számtalan közismert és közkedvelt művészünk állt már a Mozdulj Egyesület mellé, ahogy teszi ezt most az idén Csonka András is, akit nagy szeretettel köszöntök, jó napot kívánok! Igen, üdvözlet, én is köszöntöm a hallgatókat, a hírik az valóban, nem vállaltam a felkérést. Hogyan kezdődött a kapcsolata a Mozdulj Közhasznú Egyesülettel? Hol hallott először erről a kezdeményezésről? Én is hallottam egyébként, konkrétan ez a gálákról hallottam meg inkább, a gála estetről, mert ugyanez mégis a sajtóban egy kicsit jobban lehet tudom követni. És ebben az évben engem is felkértek, és hát természetesen nagyon nem mondtam, igen, már csak azért is, mert egy olyan rendezvény, napközbeni rendezvény, tehát nem is ütközhet a színházi előadásokkal sem, úgyhogy könnyebb megvalósítani a dolgokat. És hát aztán beszélgettünk, hogy mi az, amit meg tudnék vállalni, vagy mi az, amit szeretnék, hát mondtam, hogy mégis nekem igazából mindegy, hát amivel így, ami jó sületel, ami jó pofa lehet, ami azért megvalósítható elég könnyen, és arra gondoltam, hogy ezt, miután színész vagyok, akkor maradok a verseknél, amit egyébként tulajdonképpen kuriózumnak számít, mert igazából a verseket nagyon ritkán szoktam mondani, de valami őszintén, mert egy alapvető emberi idegesség van bennem a versmondásnál, mert előfordult régebben, hogy belesültem, és azóta ezt igyekben elkerülni ezt az élmény. De hát itt most egy más helyzet lesz, úgyhogy egy mozgásodó fiatalember velem lesz a színpadon, együtt leszünk a színpadon, és az ő verseiből választok, és még igazából nem választottam ki melyiket, de ezeket a versenyeket, ezeket a versenyeket fogunk majd egyébként, majd ott elmondani. Igen, pont ezt szerettem volna mondani egyébként, hogy önt azért ugye főleg énekszámokkal kapcsolatban, vagy énekesként ismerik azok, akik nem a különböző színházi előadásokban, vagy filmekben látják. Ez igaz, de ez mondjuk csak részben az én hibám. Hát ez egy ilyen világ most, hogy inkább ez nagyon ritkán fordul el, hogy rendezvényre verseket mondani hívnak ma már előadókat. Sajnos azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon... A versek mindig a komolyabb, mindig eszünkbe jutnak, hogy a vállalati rendezvények, stb. Tehát ugye egy kis hivatalosabb rendezvényekhez kapcsolódik. De mondom, igazából azért, mert valaki színész, attól még nem feltétlenül mond verseket is, mert azért ez nem kapcsolódik szorosan össze. Az én életemben sem kapcsolódik szorosan össze. Olvast inkább szeretek mondani, de most ez egy... Akkor most ez ilyen értelemben új oldala lesz, és most erről fogják megismerni a hallgatók, és hát ugye itt a kérdésemre már válaszolt arra, hogy kivel fog közreműködni, mert ugye a Mozdulj Egyesületnél az is köztudott, hogy duettek vannak, tehát egy úgynevezett, vagy úgymond sztárfellépő mellett ott van egy vagy kerekesszékes, vagy látássérült táncos, vagy jelnyelvi táncos, vagy alkotó, aki, vagy előadó művész, hát akkor most is így lesz ez. Mi fogta meg önt egyébként ebben a gálában? Mert hát ez egy dolog, hogy ugye most ön az arcát, nevét, hangját, szívét, lelkét odaadja, oda teszi. Ezt sokan csinálják, de ön személy szerint mi fogta meg? Én azt gondolom, hogy ezen az egészben én szeretném magamat zárójelbe tenni. Tehát ez nem fontos, hogy én vagyok, mert az a fontos, hogy a fiatal ember van, mert az a fontos, hogy ezek a művészek, művész kollégáink vannak ott, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Azt gondolom, hogy az egész műsor hát egy ideális elképzelés, de hogy ilyenek így kéne működni valahogy a társadalomnak is. Tehát nagyon-nagyon borzant ez a fajta harc, küzdelem, amit folytatni kell azért, hogy ezek a dolgok így működhessenek a hétköznapokon. Most ez egy ünnepi alkalom, felhívjuk valamire figyelmet, de azt gondolom, hogy leginkább az lenne fontos, hogyha mindenkit úgy fogadnánk el, ahogy van, természetesen segítve őt abban, amiben kell, de mint művész alkotó ember igazából teljesen mindegy, hogy éppenséggel most tényleg kerekesszékes, vagy esetleg látássérült, stb.
az alkotó ereje, a hite, az mindenféleképpen predestinálja arra, hogy ugyanazokat a jogokat és ugyanazokat a lehetőségeket megkapja, mint bárki más a világon. Tehát, és nem csak az alkotó, nem csak a művész terén alkotó fogyatékkal élőkre igaz, hanem mindenki. Tehát azt gondolom, hogy az a baj a mai világban, hogy elfelejtjük azt, hogy jó emberek is lehetnénk. Hogy a lelkünket egy kicsit benőtte már az a fajta ilyen kitálkozó, gyűlölködő kéreg, amit le kell onnan kaparni, mert nagyon nagy baj lesz, azt gondolom, nagyon-nagyon nagy baj lesz a világban, hogyha ez a dolog nem fog megváltozni. Ennek vannak abszolút kézzel fogható, szabítható jelei is. Muszáj lenne a lelkünket karbantartani, muszáj lenne a lelkünket balzsamozni, és muszáj lenne folyamatosan arra figyelni, hogy kik azok, akik körülöttünk segítséget szorulnak. Mert senki nem gondolja el abba, hogy mi lenne, hogyha egyszer éve lefordulná ezelőtt, mit vár rá a világtól, és mire számíthat a világtól, hogyha ő lenne segítséget szorul. Tehát ez mindig elfelejtsük ezeket a dolgokat. Semmi empátia nincs már lassan az emberekben jobbformán. Miért ez a tisztelet a kivételnek? Tehát azt gondolom, hogy azért fontos az eset, hogy bemindegyik az, hogy együtt kell élni ezen a kicsi kis bolygón. Semmilyen más lehetőség nincs a túlélésre, csak eljutatkozunk mindannyian, akik csak vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, és akkor jó utat kívánok, mert tudom, hogy most is munkáját végzi és dolgozik, és időt szakított ránk. Minden jót kívánok önnek, viszont hallásra. Köszönöm szépen, és a hallgatókat üdvözlöm. És aki tudja, jöjjön el a gálást. Így van, várni fogjuk a hallgatókat, közönséget május, mert ezt még nem mondtam, de akkor most itt az ideje, hogy elmondjam, hogy 27-én szombaton délután 3 órakor az Arany János utca 10-ben a metrótól nem messze, nagyon jó helyen az Arany 10 harmadik emeletén, ugye ez az úgynevezett Tolnai Klári nagyszínpad, ahol nem is tudom, több száz befogadó férőhely van, tehát bőven lehet jönni, és a mozdulykukac@hotmail.hu e-mail címen lehet érdeklődni Tálos Mariannál és Mónikánál, akik a szervezők. Köszönöm szépen Csonka András művész úrnak. Köszönöm. Viszont hallásra. De jó.